Az, az internet legazdagabb embere, aki világzerte több ezer ember sem fizette, úgy döntött, hogy megnyitja a száját online kasinóját, ahol mindenki nyer. Az egyik videójában megmutatta nekünk a Szefiet, Ameli Penzes közöket tárol, a Szazsát online kaszinójának minden. Micsoda! MrBeast megnyitotta a saját kaszinóját, ahol mindenki nyer! Az eneba.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza, bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak, legyen az új vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékérménye és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 04-es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük, és segítenek neked? Hé, hey, nem jó a kulcsom! Már is segítenek! Prr Halló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Egy másik híres bloggerrel kezített interjúban pedig bízt úr meszelt motivumairól. Bízt úr! Telepítettem az alkalmazást a telefonomra, ez nagyon meglepet az eredmény. A helyzet az, hogy legfeljebb 20 ezer forintot fektettem be a pályázatba. Egy héten belül a a számolást, hányszor keresztem pénzt ebben az alkalmazásban. Három órával a játék telepítése után már 500 ezer forintom volt. Ezt hogy csinálták? A textus speechben mi mit írtak be? Milyen nyelven olvas? Magyarul? Nagyon eltalálta. Ez real. Nem látjátok? Ez real. Ez lement a, az m Ott van az M1 logója és ez lement a tévébe srácok. Mi azok a ennek? Miért kellett kifejleszteni egy ilyen játékot? Ez már problémává vált. Senkizem hiszi, hogy létezik ilyen játék, de az emberek nem hitek el, meg akkor sem. Amikor tízezer eurós tászkát adtam nekik, megmutatom mindenkinek ezt a játékot a mobiltelefonomon, ez azóta mindenkinek elmondtam róla. Igaz, hogy épp most találtam ki a penzadás új módját. Egy hónap múlva bezárom ezt az alkalmazást videókat köze a YouTube-ek azok részvett akik a dobbi, pénzt keresztek. Szóval so, ne szalast el a lehet ez ved el a pénzed, amíg en odádom. Nagyon köszönöm, Mr. B. <gül> <gül> Nagyon köszönöm Mr. Beast. Köszönöm Mr. Beast, megpróbálom a játék. Én játszolni fogok a Mr. Beast játékkal. Ez zseniális, köszönjük Flat is. Na látjátok, ilyen videók, ilyen videókra várok. Orbán Viktor 2003 óta, azaz 20 éve vezeti megszakítás nélkül a Fidesz. Most itt vagyunk a párt tisztító kongresszusa előtt, ahol megint meg fogják választani Orbán Viktort, ugyanis ezúttal sem indul ellenesen. Mennek a play srácok. Mennek a mondokonra az Orbánék. Mik Orbán Viktor legjobb tulajdonságai, azt kérdezik. Azért, mert azt akarom mondani, hogy egy faszad gyerek. Végre itt vagy. Már vártam rád. Ez a szerencsenapod. Nem tudom, hogyan kerültél erre az oldalra, de nem fogod megbánni. Na ne! Na jó. Ezt, ez nagyon én vagyok. Ez úgy hangzik, mintha én lennék. Az kicsit érdekes mondjuk, hogy lengyel a, a csatorna, de figyelj meg a cím is, de azt hittem, hogy ez ez mi mém lesz, de ez sokkal jobban ne. Te egyike vagy annak a 45 kiválasztottnak, aki esélyt kap arra, hogy olyan pénzt keressen, ami megváltoztatja az életét. Amikor azt mondom, hogy ami megváltoztatja az életedet, akkor nem 200 ezer FT-re gondolok. Nem? Hanem egy olyan összegre gondolok, amivel hazamehetsz és abba hagyhatod a munkát. Ez olyan, mint a korai nyugdíjazás, de sok pénzzel. Mielőtt elhagynád ezt az oldalt és azt gondolnád, hogy teljesen hülye vagyok, maradj még egy kicsit. Nem tudom, figyelj, egy robot beszél nekem, nem tudom, hogy mit gondolnék. Tehát most egy átlagos felhasználó vagyok, aki megkapta ezt reklámként. Már rég elnyomtam volna. Az öt másodperc után. Ne mondogasd magadnak, ezt már hallottam, vagy egy újabb hazug, hanem hallgass meg engem. Ez nem egy újabb videó, ahol valaki megpróbál átverni téged a bőrödből. Biztosan nem hiszen még, még a magyar nyelv is jól van benne, és nem fordítóval használták meg semmi Ami Sok hasonló videóval lettem már átverve, amelyek pénzzel csalogatják az embereket. Mindig ugyanaz a helyzet. Beteszel néhány fillért és milliókat keresel. Igazam van. Keres pénzt alvás közben, vagy legyél milliómos három másodperc alatt. Igen, de ezek rosszak. Ezek nem olyan jók, mint amit mi fogunk mondani neked. Mindenki megpróbálja felkelteni a figyelmedet. És nem megy nekik. Szinte minden. Nem megy nekik, de ezzel, hogy ilyen lila bitcoinos szar alapon megy a fehér szöveg és egy TTS beszél, ez elég lesz felkelteni az emberek figyelmét, úgy érzem. Weboldalon csalók leselkednek rád, de mivel tisztellek téged és ki akarom érdemelni a bizalmadat, nem fogok üres ígéreteket tenni, mint mindenki más. Nem fog. Nem fog, de azért az előbb elmondta az üres ígéreteket, hogy nyugdíjban rakhatod saját magadat, olyan sok pénzt fogsz keresni azért, szóval ezért szerintem megbízható. Elalszó. Bassza meg, unalmas a stream, ez egy nem nyilvános videó, ezt máshol nem tudod megnézni, csak itt. Mi a különbség ezek között a csalók és köztem? <laughs> az, hogy a csalók legalább igaziak, te meg csak egy robot vagy. Többször nem akarok semmit tőled, nem adok el semmit, nem akarok pénzt tőled. Tegye le a hitelkártyát, tegye le a készpénzt, még banki átutalással sem kell fizetnie. Leteszem. Azonnal letettem. Azt hittem úgy már alapból, hogy a kezemben van. Ez a probléma, de nem. Még nem, nem álltam készen a dolgokra, még annyira nem győztél meg. Hogy... Minden, amit mutatok neked, teljesen ingyenes. Szóval bízhatsz bennem. Bizonyítékot fogok mutatni, hogy a projektem valóban működik. Na. 400 ezer FT naponta. Csak számolja meg, kérem. Egy. 400 kettő. ezer FT naponta egyenlő 2 millió 800 ezer FT hetente, vagy 12 millió FT havonta. Már, már teljes összeget, az összes pénzemet előkészítettem, vágod mindent, a megtakarításaimat. Most itt lesz a millió, milliók, milliók, és ingyen van, szóval. Mindig nem hisz nekem, semmi gond. Nem, semmi gond, azért csak számokat mondtál, miért ne, Mi okom lenne arra, hogy ne higgyem el, amit mondasz? Egy, egy semmilyen proof nem mutatva, csak számok. Mondtál számokat, ezt bárki meg tudja csinálni. Ha arra számítasz, hogy könnyedén milliárdokat fogsz keresni, akkor akár el is mehetsz. Na, bazzak, az előbb mondtad. Az előbb lett elmondva, hogy itt milliárd, millió forintok lesznek, és ilyen házakba fogunk élni, meg minden. Hát az, az lett megígérve. A napi 400 ezer FT nem is olyan irreális. <tosz> hm, nem. A legtöbb ember <tosz> egy egész hónapig keres ennyi pénzt, néhányan két hónapig. De mi a helyzet a bankárral? Ez az az összeg, amit egy nap alatt gond nélkül... Azt mondja, ne gondolt, hogy milliárdokat fogsz keresni. Milliókat simán keresed. Hazugság lenne milliókat ígérni nekem. Na mi? most már milliókat se ígér. Bazd meg az előbb milliókat ígért. Milliárdokat nem ígér, milliókat nem ígér, de az előtt, előtt meg mondta, hogy össze kell számolni a havi 400 ezeret. Vagy a napi 400 ezer. Három napig keresed a pénzt. Szerezünk rohadt sok ft t Figyelj, három napig keresed a pénzt, akkor már 1 millió 200 ezer forintod van. Tehát akkor ígért, ígérhetsz milliókat, túlfiloztam bazd meg, ez csak egy scam, és Google fordítóval van izélve, de hol a link? Mit kell csinálni? Mit mondanak? Itt már lesznek képek is. Ó, uh, nélkül, ahogy mások teszik. Ezt rögtön beismerem, ezért is hívlak ki titeket. Ha azt hiszed, hogy miután megnézted ezt a videót, azonnal lesz egy millió a számládon, akkor lehet, hogy elmész. Ú, uh, hát akkor tényleg elmennék amúgy, hogyha lenne egy millió a számlámon a videó után. Az lecs. Ah, <laughs> oh, Istenem, geci. Ú, uh, elmegyek, elmegyek! Ha azonban egy stabil pénzkereseti lehetőséget keresel, akkor jó helyen jársz. Szóval, ha egy kicsit is kíváncsi vagy, hallgass figyelmesen. Fülelek, Mutatok neked valamit, amit még nem láttál, és nem fog kettő percnél tovább tartani, ígérem. Mi az, amit még nem láttatok, és nem fog kettő percnél tovább tartani? Szex. Még senki sem próbálta ki azt, amit most mutatok. Csak egyszer fogom megmutatni neked, úgyhogy légy óvatos. Egyszer mutatta meg. Ezt azért nem, nem fogom megmutatni újra. Ha elhagyod ezt az oldalt, nem lesz esélyed befejezni ezt a videót. A link lejár, és ezzel együtt a pénzkereseti esélyeid is. Mielőtt tehát tovább... hát tovább... Csak elmegyek dolgozni, azért az még ott van esélyként. Egy fontos dologra még egyszer emlékeztetnem kell téged. Ezen az oldalon semmi, de semmi sem eladó. Nem azért vagyok biztosítási szakértő, hogy zavarjalak, majd aztán azt mondjam, hogy azt akarom, hogy írja rá egy életre szóló szerződést. Megmutatom, hogyan változtathatod meg teljesen az életmódodat, hogyan cserélheted le a turista osztályt egy magánrepülőre? És... Wow, ki a faszom akarná lecserélni a turista osztályt egy magánrepülőre? És ki az az idióta, aki ekkor hülyességeket ígérgetsz egy magánrepülőt? Tudjátok, hogy mennyibe kerül? Egyetlen, egy ilyen random Google, izé, Youtube reklámból sem fogsz annyit keresni. Sőt, szerintem senki nem fog az egész életében annyit keresni. Nagyon drágák ezek a dolgok. Nagyon kevés olyan ember van, aki magánrepülőt tud venni. És mindezt ingyen. INGYE... TE... Oh! Uh -huh. Így minden világos, és végre megmutathatom, miről is van szó. A társammal, aki egy... Azt mondta, nem fog nagy pénzeket ígérni, de most, most meg azokat csinálja konkrétan. Az ele, az magyaráztál, hogy nem fog ingyen pénzt ígérni, most pedig ő lett Mr. Beast. Nagy magánbanknál dolgozott, tudtuk, hogyan lehet pénzt keresni a pénzügyi piacokon a válság idején. Az algoritmusánkat egy kis csoporton teszteltük, és mindegyikük több mint 2 millió 250 ezer FT-ot keresett az első héten. Lehet, hogy először néhány vita akarsz megkeresni, aztán kipróbálhatod. Reddit. Szóval hajrá! Nézd meg, és meg fogod tapasztalni. Ha találsz valakit, aki nem elégedett a szoftverünkkel, az csoda lesz. Ja, akkor ez valami kriptó, trade, bot, amúgy, vagy mi ez? Milyen szoftver? Nem szeretném, ha csalódott lennél, ha csak 1 millió 500 FT-ot sikerülne keresned. Nem lennék csalódott. Még az is elég sok pénz, nem igaz? De. Az én sokkoló módszerem azt jelenti, hogy naponta átlagosan 400 ezer FT-ot tudsz majd átutalni a számládra. Saját magamnak? az nagyon jó hangzik. Minden nap, függetlenül attól, hogy hol vagy. Nincs szükséged semmilyen tudásra vagy speciális szakmára. És ami még jobb, ez a módszer 100%-ban legális és etikus plafon, megmaradt. Ez ami kérdőjeles nekem egy kicsit. Semmi köze a Forexhez, a részvényekhez, a multilevel marketinghez, vagy bármely más szeméthez, amit mindenhol látsz. Viszont a kriptó az ott van a háttérben, és az a legnagyobb szemét, amit mindenhol látnak az emberek, és de ahhoz van köze. Ha követed a híreket, akkor láttad, hogy miről szólnak a címlapok. Hát igen, róla, hogy most újra együtt van a Marics Peti, meg a Tótanni, meg ilyenek. Gondolom, tudod, hogy amikor a pénzügyi válság kiütközik, az emberek 99%-a elveszíti a pénzét. Hát azt mondjuk nem hiszem, amúgy. Az emberek egyik napról a másikra hajléktalanná válnak. Egyik napról a másikra. Fú, na azért az nem így szokott történni. De hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést. De rakod be róla képeket, szóval elhiszem. Mit gondolsz, mi történik a leggazdagabb emberekkel? Mi történik a kiválasztott egy százalék vagyonával a válság alatt? Nézze meg újra a szalagcímeket. A bankok sincsenek rossz helyzetben. Ez a fő oka annak, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak és gazdagabbak lesznek. Igen, A kapitalizmus a fő oka ennek. Ez az egyetlen oka annak, hogy a számlám úgy néz ki, ahogyan néz ki. Három forint. És miért fognak oh. az olyan okos oh, emberek, oh, mint én és te, ennyi pénzt keresni? A következő néhány percben megmutatom, hogyan tudod megismételni a mi sikerünket. Ha végignézed ezt a rövid videót a végéig, megmutatom, hogyan keresheted meg az első 400 ezer FT-ot még ma. Az ő banki adatai voltak, baz meg. Miről beszéltek? Ilyen sok pénzem van, igen, igen. Először is arra kérlek, hogy felejts el mindent. Gyors algoritmusán pontosan megmondja, hogy mit kell tenned, neked pedig csak le kell másolnod. Nincs semmi nehéz, így ha úgy gondolod, mint a többiek, soha nem volt szerencsém, nekem biztosan nem fog működni. Vagy már próbáltam kereskedni, és soha nem kerestem bele pénzt, akkor ingyenesen ellenőrizheti, hogy ez a helyes út a folytatáshoz. A szoftverem kipróbálása nem kerül önnek semmibe, de meg kell győznie magát, hogy használja. Az jó hangzik, hogy meg kell győzni magamat, hogy használják valamit. Szeretném kipróbálni. Töltsük egy regisztrációs űrlapot, és felveszik önnel a kapcsolatot. A kérést a gombra kattintva hagyhat. Nincs is link, vágod semmi, sehol. Nem kell eladnom önnek semmit. Az eredmények a projektünk mellett szólnak. Nézze meg az elégedett embereket. Ezek biztos valami kriptóbot amúgy, de nem mondják ki direkt. Na. Cső, cső. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.